A két csapat formáját és a tabellán elfoglalt helyezését tekintve egyértelműen a hazai együttes volt a meccs esélyese, és a kisvárda érvényesítette is a papírformát. Az első fél időt követően 9 góllal vezetett a házigazda, ami kiség kényelmesé is tette a csapatot, így a második játékrész döntetlenül zárult. Rácz Sándor szakmai igazgató a győzelemnek örült, annak viszont nem, hogy elmaradt a gólkülönbség javítás. Kicsit röstelkedem, mert jól indult a meccs, látványos kontragólokat lőttünk, összességében 19 gyors gólt lőttünk, ebbe azt hiszem színvonalas és szinte akrobatikus gólok is voltak. Aztán ez az első félidei eredmény megfagyott a második félidőbe, kicsit szóvá is tettem hangosan a mérkőzés után, még a héten is beszéltünk erről. Utól igen az élvonalat, mínusz egy és mínusz három gólkülönbség különbség az előttünk pontokban vezetőktől. Ez is hiányzott nekünk. Talán alkalom lett volna ezeket a mínusz három, mínusz egy gólokat is behozni, de úgy gondolom, hogy nincs még itt vége, nyolc meccs van előttünk. A Kisvárdé KC idén mind az öt meccsét megnyerte, és legutóbbi győzelmével tíz meccsesre nyújtotta és sorozatát Rácz Sándor együttese. Azt mondom, hogy mind az öt meccset abszorválta a csapat, és aránylag magabiztos gólkülönbséggel, akkor azt mondom, hogy jó úton vagyunk. Azt is tudni kell, hogy most talán az alsóházzal találkoztunk, kivéve az első mérkőzést, ahol ö, kecskeméten voltunk. A java még hátra van. A java még hátra van. Erősödik a csapat, kristályosodik a csapat, tehát ö, a játékosok eddig valamennyi mérkőzésen, aki hadrafogható volt, ö, lehetőséget kapott. Volt, aki élt ezzel, volt, aki szűkül a, a repertuárt, csak mérsékelten tud támogatni bennünket. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját az Egri Eszterházi Főiskola csapata vezeti 32 ponttal, megelőzve az egyaránt 29 pontos Kispestet és Kisvádát a KKC legközelebb hajdúnánáson lép pályára.